kedves nézőink, már látható a Móri Zsigmond Színházban a Mesél a Bécsi Erdő című darab, amelyet az a Fehér Balázs Benő rendez, aki a Balek Bohózattal nagy sikert aratott a nyíregyházi közönségnél. A darabban a Viszkis című filmben főszerepet kapott Szalai Bence is játszik. Ha csak 14 nappal tovább tartott volna a háború, akkor én nekem most őrnagyi nyugdíjam lenne. Ha a háború 14 nappal tovább tartott volna, megnyertük? Nagyon örültem neki, hogy visszahívnak. Ez egy picit azt is bizonyította, hogy az előző munka az jól sikerült. Én is úgy éreztem, 2 évvel ezelőtt a Balek című Fedó bohózatot csináltuk itt, és idén egy picit más feladat elé szerettem volna állítani a társulatot, és idén egy tragédiával foglalkoztunk, a Mesél a Bécsi Erdővel. Mit gondolsz, hogy hogyan fogja fogadni ezt a szabolcsi vagy a nyíregyházi közönség? Nem tudom ilyenkor. Egy nyugdíjas közönség előtt játszottuk már tegnap az előadást. Én úgy hallottam a visszajelzésekből, hogy tetszett nekik, vagy hogy érdekesnek találták a történetet, és a színházi formát, amit találtunk arra, hogy elmeséljük azt. Hát várom, vagy érdekel, vagy kíváncsi vagyok, hogy fogják fogadni. Akkor egy kicsit máshogy is kérdezem, miért ajánlanád egyáltalán ezt a darabot? Egyrészt van egy romantikus szerelmi történet, ami az alapja a darabnak, és azon keresztül a szerelmi történet kibontásán keresztül egy elég pontos szociológiai rajzot mutat, egy parabolát mutat az 1930-as évekből. 1930-as évek Bécsét mutatja, a kispolgárságot, és azt gondolom, hogy valamilyen módon annak, ahogy mutatja, és amit mutat, az valamilyen módon rímel arra, amiben vagyunk talán. És hogyha ezeket a, nem tudom, gesztusokat, amik a darabba bele vannak fogalmazva, át tudjuk adni, akkor azt hiszem, hogy az fontos lehet a nézőknek, vagy kérdéseket ébreszthet a saját életükkel kapcsolatban. Mennyire volt nehéz dolgot színpadra vinni egy előző század elejé bécsi kispolgári világot? Illetve hát voltak ebben a kihívások, mik voltak azok? Alapvetően nem az 1930-as évek milliójét akartuk látványban megfogalmazni, hanem valamilyen módon inkább érzékileg nyúltunk hozzá, nagyon sokat gondolkoztunk Zöldizé Gergővel a díszleten, és Szakos Krisztával a jelmezeken. A jelmezek inkább idézik az 1930-as évek Bécsét, de abban is van egy kis elrajzoltság, vagy van valami konstruáltság, ha más nem abban, ahogy a színeket összeválogattuk. Van valami álidilli mesevilág, amit látványban megfogalmaztunk, és ahogy a történet egyre sötétedik, vagy egyre borzalmasabbá válik, úgy egyre diszonánsabb lesz az esztétikai közeg, amiben az elejétől kezdve elindul a történet. Milyen érzés a nyíregyházi társulattal együtt dolgozni? Mekkora kihívás velük együtt dolgozni? Milyen élményt jelent egyáltalán? Hát nekem nagyon nagy élmény. Szóval 2 évvel ezelőtt is a Baleknál is nagyon nagy élmény volt, és nagyon nagy örömmel jöttem vissza. Dolgozhattam olyanokkal is, akikkel 2 évvel ezelőtt is, és a társulat más tagjaival is, akikkel 2 évvel ezelőtt nem. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, hát szeretek itt lenni, úgyhogy jó érzés itt lenni. Azt azért beláthatnád, hogy egy ilyen fiatalembernek vannak napos oldalai is, és árnyékosok is, ez tök normális. És megsúghatom neked még igazán emberi kapcsolat, akkor igazi, ha van bizonyos adásuk és kapásuk egymástól, kölcsönösen. A többi az csak lárifáli. És ennek értelemben amondó vagyok, hogy a baráti üzlettársi nexusunkat nem kéne fölrúgni a vége, hogy némelyik más nexusunkban van ugye egy bizonyos természetellenesség. Milyen érzés egy sikeres magyar film után a nyíregyházi színpadra állni?
Nagyon örülök neki, hogy végre újra színházban játszhatok, ráadásul egy ilyen mértékű főszerepet és egy ilyen jó darabot, és egy nagyon jó csapattal, meg egy nagyon, nagyon jó barátommal és rendezővel, akivel azt érzem, hogy most így azt érzem a bemutatóját, hogy tényleg összeállt egy elég jó anyag, úgyhogy igazán elégedettnek mondom magamat. És mit gondolsz, hogy fogja majd a közönség fogadni? Szerintem jó, most már voltak tegnap az idősebb hölgyek és urak nézni, és ők nagyon jól fogadták ezt a darabot, és ma majd kiderül a premier előttin, de szerintem abszolút érthető történet van fölrakva, és van benne humor is, de egy nagyon sokkoló és egy nagyon-nagyon szívhez szóló történet, ami megelevenedik, szóval szerintem ezt mindenki fogja élvezni, és mindenki kap majd ebből valamit. Tudod-e, hogy mi a következő szereped? Hát itt fogok játszani most aztán egy mesedarabot, az 1001 éjszakában fogok játszani, úgyhogy még maradok Nyíregyházán, így le is költöztem, úgyhogy most én itt élek, és most ezek a munkák vannak, utána pedig majd megyek vissza Pestre, és Pesten lesznek különböző színházi és filmes munkáim. Szabad a húzás viszletben, kapjam tiszti hatkezi csókolom! Szia, Dolfi! Nimród, mióta színészkedsz? Hát már 2 éves korom óta színpadon állok, de ez az első színészkedésem itt színházban. Téged hogy hívnak a darabban, és mit játszol? Dolfika. Dolfikának hívnak. És mit csinálsz? Hát megyek hozzá, és nekem kell köszönnöm egy bácsának meg egy néninek, és nekem is visszaköszönnek. És izgulsz, amikor a színpadon állsz? Igen. Egy nagyon picit. Kedves nézőink, most pedig a Sóstói Múzeum faluba kalandozunk, hiszen november 9-én Márton napi igazságokra várják az érkezőket. Vendégünk pedig Szabó Sarolta, a Múzeum falu igazgatónője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát elég tartalmas és izgalmas év vége felé járunk ugye a Sóstói Múzeum faluba. Hogyha nagyon röviden kellene összefoglalni, akkor mi minden történt ebben az esztendőben, Saci? Hát a Sóstói Múzeum faluban tényleg nagyon mozgalmas volt az élet ebben az évben, hiszen egy nagy felújításonnak a végén járunk, most már elmondhatom lassan, és zárva voltunk a látogatók előtt, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt semmi a múzeum faluban, sőt, de szeptember elején nyitottunk ki. Ez egy ilyen kis töredék évnek számít a nyitvatartás szempontjából. Most október végén bezárunk, hiszen a szabadtéri múzeumok csak időszakosan vannak nyitva, rövidek a nappalok, a házakat nem lehet fűteni, tehát nem annyira kényelmes már a látogatók számára azok a szabadtéri körülmények, de jövőre ismét kinyitunk a szokásos időben, és hát azokat a nagy rendezvényeket is meg fogjuk tartani, ami a részben a szokásokhoz kapcsolódik, részben pedig hát a múzeumnak a rendezvényei, és hát most az idén ezt az évadot a Márton nappal fogjuk majd zárni. Pont erre gondoltam, hogy lehet, hogy sokan, akik ugye folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket Nyíregyházán, esetleg még nem is jutottak el a múzeum faluba, mert úgy gondolják, hogy ugye zajlik a felújítás. Ezek szerint már vége van teljesen, vagy azért még lesznek munkálatok? Most már a hónap végére befejeződik minden építési kivitelezési munka, és gyakorlatilag már teljes egészében visszakapjuk a múzeumfalu területét, hiszen az építkezés miatt először az egész területe volt építési terület, aztán szeptember elejétől már csak egy kisebbik része, és aztán október végén már teljes egészében visszakapjuk a múzeumfalut, de nyilván ez azt jelenti, hogy a látogatók számára látogatható, mert sétáló jeggyel be lehet jönni a múzeumfaluba, és a fejlesztések keretében világítást is kapott a falu központ, illetve hát egy másik része, a műhely sor előtti rész, és akkor, amikor már sötétedik, akkor alkonykapcsoló van beépítve, és akkor automatikusan fölgyullad a világítás, úgyhogy akkor is van egy hangulat,
hangulata, hogyha az időjárás olyan, akkor be lehet jönni, uh-huh. és egy kicsit lehet sétálni a múzeumfaluban. Vannak már visszajelzések azoktól a látogatóktól, akik már így a megújult múzeumfaluval találkoztak, őszóta? Igen, én pozitív visszajelzésekkel találkoztam, hiszen az utak is megújultak, ami a látogatók kényelmét szolgálja abszolút mértékben, és hát a bejárati épületünk, a látogatófogadó épület is megújult, és hát mai 21. századi technikával is rendelkezik meg, infrastruktúrával, és a házaknak, mármint az áttelepített házaknak a zsindelyjel fedett épületeink is teljes egészében átfedésre kerültek, és hát voltak javítások a műtárgyi épületeken is, és hát az, ami a legnagyobb változás, egy teljesen új raktárigazgatási épület készült, és a régi raktáraink helyén pedig most egy 50 férőhelyes parkoló került kialakításra, és hát ugye a Sóstói Múzeumfalu nem csak egy szabadtéri múzeum, hanem egy nagy saját néprajzi gyűjteménnyel is rendelkezik, és hát egy 40 ezer tárgy kerül most megfelelő körülmények közé, technikai szempontból is, és hát a restaurátoroknak a javaslata alapján kerültek kialakításra ezek a raktárak. Ebből a kis összefoglalóból el is tudjuk képzelni, hogy mennyi minden, illetve milyen sok feladatotok volt addig, ameddig a látogatók nem tudtak a múzeumfalu területére belépni. Nos, viszont örömhír, hogy november 9-én Márton napon mindenki tárt kapukkal vár a múzeumfalu. Mi mindennel, Saci? 10 órakor nyit a múzeumfalu. Ezen a napon a belépőjegy ára is mérsékeltebb lesz, mint ami most érvényben van, és 3 év alatt lehet bejönni ingyen, és a fölött pedig 700 forint lesz a belépőjegy, és hát a Márton nap a Szent Márton ünnepe tulajdonképpen, és hát ehhez kapcsolódnak a múzeumfaluban is a programok, hiszen Szent Márton és a liba az egybe kapcsolódik, és itt libás ételeket fogunk kínálni, sok fajtát, több fajtát, több helyről is be lehet majd szerezni a múzeumfalu területén. Akkor és külön kóstolójegyek lesznek? Nem lesz kóstolójegy, hanem a helyszínen kell majd fizetni, annak megfelelően, hogy ki mit választ. Igen, a Sóstói Múzeumfalu maga is készül ilyen libás ételekkel, illetve hát ilyenkor már a sült alma, a sültök is készül ezen a napon, és hát emellett befűtünk néhány házba is, a kemencékbe, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan varázslatos környezetet biztosíthat a látogatónak, amit nem láthat akkor, amikor hozzánk rendes látogatási időben érkezik, hiszen a zsinórok mindenütt elválasztják azt a teret, ahová már a látogató nem léphet be. Most 3 ilyen áttelepített házunkba is beléphet, részt vehet libahímelésen, gyerekeknek mesemózsolót tartunk. És lámpást is lehet készíteni? Lámpást is készítünk, igen, és luttollal történő írást is ki lehet majd próbálni. Ez tök lámpás lesz ez a lámpás, vagy valami más? Nem tök lámpás, ez egy kis üveglámpás lesz majd, egy kis méretű, amiben mécsest tudunk tenni. Hát a tök lámpást technikailag pici a hely, és ott azt nem tudjuk úgy kivitelezni ebben a fűtött házban, de a hangulata azért meg lesz, és hát ott lehet bújni, vagy ülni a kemencepatkára, és hát egy kicsit úgy időutazásban is részt venni, hogy milyen lehetett régen, amikor nem volt villanyvilágítás, nem volt gázfűtés, hanem ilyen kemencék mellett ültek és melegedtek. Hát igen. Nem tudjuk most még ugye így október végén, hogy november 9-én pontosan milyen lesz a hőmérséklet, bár most éppen úgy láttam, hogy
egy kicsit melegedni fog, tehát azért attól, hogy megfagyunk, nem kell tartani, de én úgy gondolom, hogy novemberben mégiscsak jó érzés, meg hát egy különleges érzés egy fűtött kemence mellett melegedni, és esetleg sült tököt majszolni, vagy nehogy Isten, vagy adj Isten, forrad mondjuk libacombot, igen, forrad és libacombot is lehet enni, igen. Úgyhogy szerintem nagyon sokan és szeretnének ebben az időjutazásban. Is lesznek programok, tehát nem csak bent a házakban. Reméljük, hogy az időjárás, ha nem fog esni az eső, akkor zenés program is lesz, úgyhogy egy kicsit mókázás is lesz, úgyhogy remélem, hogy jól fogják magukat érezni, akik hozzánk eljönnek ezen a napon. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézők, a Múzeumfaluból most tovább kalandozunk, mégpedig a Józsa András Múzeumban, ahol az Álomvilága címmel nyílt egy kamara kiállítás. A Krúdi napok keretein belül nyílt most itt egy kis kamara kiállítás a múzeumban. Miért pont Krúdihoz kapcsoltátok ezt? Mi a témája a kiállításnak? A kiállítás témáját úgy kötöttük Krúdihoz, hogy Krúdi nevéhez fűződik az álmoskönyv, amit mindenki ismer, és az álmoskönyv kapcsán egy kicsit tovább gondoltuk a témát, és a misztikumához hozzátartozott, úgy gondoltuk, olyan, mint a kártyajóslás, a hipnózis, ami félig álom, félig ébren létszerű állapot, és úgy gondoltuk, ez a három, ez egy nagyon kerek kis kamara kiállítást tud kiadni. Ugye ez volt maga a téma, de konkrétan miket láthatunk a kiállításon? Konkrétan a kiállításban láthatjuk egy kis ízelítőt a kártyajóslásból. Eredeti jóskártyákat állítottunk ki az egyik részben, a másikban. Hát ugye elég nehéz az álomfejtéshez bármilyen tárgyi dolgot kapcsolni, kis párnát nem tudtunk betenni a kiállításba, úgyhogy a Krúdi álmoskönyvét tettük ki eredeti fotókkal, valamint illusztrálva mellé tettük még Krúdi nagymamáját, Radics Máriának a képét, aki a gyerekkorához kapcsolódóan ő volt az álomfejtő nagymama, aki nagyon sok ihletet adott, amikor a könyvet írt a Krúdi Gyula. A harmadik részben pedig egy tragikus kimenetelű hipnózisos ügyről írtunk, mutattuk be. Salamonelláról van szó, Tuzséron lelte a halálát 1894-ben, mégpedig úgy, hogy őt hipnotizálták, és a hipnózist követően meghalt. És többet nem árulok el a történetről, elég fordulatos és izgalmas, érdemes belenézni a kiállításba. Ugye mondtad, hogy itt eredeti jóskártyák is vannak, ezeket honnan tudtátok beszerezni, illetve mi az, amit ez ábrázol, mit tudtak ezzel régen csinálni? A jóskártyákat igazából régiségpiacról lehet beszerezni, hogyha az ember szemfüles. És a jóskártyák azok olyan kártyák, ami nem használható kártyajátékra, tehát teljesen eltér a hagyományos kártyáktól. Mindegyiken egy-egy ábra van, valamilyen félelmünket, vagy vágyunkat, vagy hétköznapi életbeli cselekvést jelenít meg. És ezek a kártyák még monarchia idejéből származnak, és 4 nyelven van rajta a felirat, de csak a kártya neve látható rajta 4 nyelven, semmi más, és ezeket használták így jóskártyaként. Nagyon sokan szoktak álmodni, és nagyon sokan emlékeznek is rá másnap reggel, és nagyon sokan szeretnék ezeket megfejteni. Van valamilyen motiváció vagy inspiráció itt a kiállításon, ami ehhez segítheti esetleg az embereket, vagy utat tud mutatni, hogy hogyan lehet egy álmot megfejteni? Hát ugye az álomfejtést azt Krúdi sem tekintette komoly disziplinának, igazából játékként tekintett rá, és mi is úgy jelenítettük meg magát az álomfejtés tudományát a kiállításban, hogy úgynevezett sztereogramokat állítottunk ki, képeket tettünk ki a falra, ezek a sztereogramok, ezek ilyen elmosódott, teljesen absztrakt képek, amikben feltesszük egy kérdést, hogy csókot kaptam álmomban, vajon ez mit jelenthet, és abból a sztereogramból ki lehet olvasni. Ugyanennyire homályos maga az álomfejtés tudománya, tehát ugyanennyire nem tudjuk teljes mértékben megállapítani, ezt szimbolizálja is, és lehet vele játszani is a közönségnek. Meddig látható a kiállítás?
A kiállítás december elejéig látható. Ha már szóba került a Márton nap, akkor mindenképpen külön szót érdemel az a rengeteg tradicionális és újszerű étel, ami ilyenkor a tányérokra kerülhet. Ezekről beszélgetünk a következő percekben Krivács Andrással, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökével. Szia András, jó estét! Szia, előjáróban még egy mondat, hogy a Sóstói Múzeumfalu 16 óráig várja látogatókat, és ugye ebből a tradicionális világból egy kicsit akkor szerintem utazzunk a mai korba, hiszen azért a gasztronómiának az is feladata, hogy őrizze az értékeket, az ízeket, de valahol mindig egy mai köntösbe is megjelenjen. Egyáltalán mennyire fontos ez? Csak én gondolom laikusként, vagy ti szakemberek is így vélitek? Abszolút nem, ez elválaszthatatlan egymástól, ugyanis a kultúránk része a gasztronómia, vagy hogyha megfordítjuk, akkor ez ugyanazt jelenti, tehát hogy a gasztronómiánk része a kultúra, és nagyon örültem a november 9-i múzeumfalus sztorinak és az egész sztorinak a beharangozójának, ugyanis valóban egy nagyon jó kis hosszú hetet mondhatunk egy igazi gasztronómiai hétnek, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is fölcsatlakozott arra a térképre, nem csak emiatt a program miatt, hanem hogyha szétnézünk a megye éttermeiben, akkor nagyon sok helyen elkezdték a mártonnapi liba lakomákat, és november 11-én az igazi mártonnapon nagyon-nagyon sokan várják, sok étteremben várják a kedves belátogatókat, kimondottan liba lakomával, az újbor ünnepén, egy kis újborral, aztán óborokkal természetesen, és hát itt a nem csak a hagyományoknak a megélését biztosítják ezek az éttermek, vagy akár a november 9-i sóstói rendezvény, hanem talán egy picit a 21. századba is átviszik ezt a mártonnapi liba lakoma jellegű dolgot. Arra gondoltam, tudod, hogy lehet, hogy éppen azért nő meg ilyenkor a kereslet az éttermek libapecsenyéi irán, mert azért nem egyszerű a libát jól elkészíteni, és talán még anyáink, nagyanyáink kellő idővel és odafigyeléssel és türelemmel rendelkeztek, hogy mindezt jól elkészítsék, de ma ugye mindenki próbálja az instant, meg a hip-hop gyorsan elkészíthető ételeket előtérbe helyezni, és hát azért egy libacombot nem lehet csak úgy fölmelegíteni, vagy legalábbis nem biztos, hogy ugyanaz az ízvilág van. Akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mik ezek a klasszikus mártonnapi ételek, ugye a maga libasült, a libatepertő, vannak-e ennek valamiféle olyan trükkjei, amit te most meg is osztasz a nézőkkel, illetve bármi, amit ezen ételek kapcsán meg tudsz velünk osztani. Hát, hogyha belemegyünk a mártonnapnak a hagyományába, hogy miért is van mártonnap november 11-én, akkor ezt a római birodalom környékén kellene keresnünk. Ez volt az a nap, amikor a mezőgazdasági munkálatokat befejezték, ez volt az, amikor már ezeket a jószágokat, a libákat le lehetett vágni, ezeket jó hosszú időn keresztül tömték, hízlalták őket, a májukat természetesen. Aztán, mivel a májuk nagy lett, így jó kis zsír keletkezett rajtuk, ebből lesz majd a nagyon finom libatepertő. Tehát, hogyha pontosan ekkor ez volt az időszak, amikor ugye az új borok elkezdtek kiforni, tehát voltak már olyan borok, amelyek kiforrottak, és ezeket meg lehetett kóstolgatni, le lehetett őket fejteni, ki lehetett őket asztalra tenni, és egy óriási lakomát csaptak ezekből a mezőgazdasági alapanyagokból, amiket már akkor félig meddig már befejezetként raktároztak éppen, vagy éppen ezeket a jószágokat, amelyeket etettek, vagy éppen tömtek, vagy az új bor, és hát Magyarországra is eljött ez a hagyomány, és az elmúlt 10-15 évben óriási hagyományát ér. A libaleves, libacomb, libamell, libatepertő, vörös káposzta. Én itt elhangzott az alma, meg a forralt bor, meg ilyenek, hát ezt én egy picit odébb tenném mondjuk a november 30-ai András nap miatt a disznótorokra, ugyanis annak a hagyománya az akkor indult el a disznótorokkal együtt, de hát ez a Márton nap, ez inkább ez a bőség, a lakoma, aztán az időjósláshoz is van egy picike köze a november 11-nek, ugyanis hogyha liba azon a napon jegen topog, akkor karácsonykor bizonyára nem lesz jó idő, sőt, még azt is szokták mondani, hogyha ezen a napon olyan idő van, mint amilyen márciusban lesz majd hasonló 11-e magasságában. Ezek ilyen nagyon jó népi megfigyelések és szokások, és itt nem lehet elvonatkoztatni a kultúra, a gasztronómia, a vallásosság, a népek együttélésének a
a kis apró mozaikjairól, ami egy olyan mozaikot eredményez, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, de hogyha mondjuk Magyarországra és a régi Magyarországra, Nagy Magyarországra gondolok, amely egy nagyon pezsgő kulturális, illetve gasztronómiai életet eredményezett itt nekünk a Kárpát-medencébe. És igazából egy átjáróház volt az elmúlt 1100 évben a Kárpát-medence, és annyi-annyi jó dolog csapódott le gasztronómiailag, kulturális szemszögből, hogy mi gasztronómusok azért a mai napig ebből merítkezünk. Hát kedves nézők, most már ugye a stáb lassan meg is éhezik, és csak beszélünk még itt a libákról. Mi ugye úgy gondoljuk, hogy ez a mi ünnepünk, de hát Európában vagyunk, más országban is tradíció. Van-e kifejezetten olyan magyaros libás étel, amiről most esetleg tudnánk beszélgetni? Hát, másképp készülnek ezek a libás ételek mindenhol. Hogyha azt mondom, hogy ez a libáskása, amely egy ludaskása. Ludaskása. Igen, ez jobban, sokkal jobban hasonlít mondjuk egy olaszos risottóra, mint valami, hogy mi készítjük egyébként a rizssel készült ételeinket, de mégiscsak más attól, amit a liba itt teszik nálunk, attól, ahogy mi ezt elkészítjük, attól, hogy a magyarságunkat belevisszük, attól, hogy más fűszerezéssel van. Tehát valóban Európa sok-sok részén tartják a Szent Márton napi lakomákat, de... És a liba tepertő sem magyaros? Mert hogy ezek a... Bocsánat, ilyen kis elpuhult nyugat-európaiak már a zsírtól is rosszul vannak, meg a szalonna sütéstől. Igen, a belsőségekből, a zsírból készült ételek, azok nagyon sokáig arról voltak híresek, hogy a déli szomszédunk, romániaiak fogyasztják előszeretettel, illetve mi magyarok, illetve a tőlünk keletebbre eső népek. De hát rájöttek erre a skandinávok is, hogy belsőségből, pofából, például, hogyha marhára vagy a sertésre gondolok, nagyon jó ételeket lehet készíteni. Tehát ez most nem a Márton naphoz tartozik, mert egyre többen szeretik most már nyugat-európaiak is, és meg kóstolgatják akár azokat a csokoládéval bevont libatepertőt, amelyet ilyenkor előszeretettel egy fekete csokoládéval, vagy egy sötét csokoládéval nyakon zúdítanak, és itt olyan ízvilágot tud képviselni, amely inkább már a modernkor gasztronómiát tükrözi, mint a hagyományos magyar gasztrokultúrát. De hát sok minden nem meg lehet bolondítani ezt a Márton napot. Személyes példán keresztül is, hogyha desszertekhez megyünk, akár egy kavicsot lehet ludlából készíteni, amely tényleg a modern kor 21. századnak a gasztronómiája, vagy egy olyan levest lehet készíteni, amely a molekuláris gasztronómiával kiegészítve egy élmény gasztronómiává varázsolja ezeket a hagyományokat. Hát az jutott eszembe, igen, hogyha nagyapám vagy dédnagyapám mondjuk asztalára tett volna a dédnagymamám egy ilyen csokival bevont libatepertőt, akkor valószínűleg szénakazalék, bár az nem volt télen, vagy ősszel, nem tudom, meddig kergette volna, de az, ami akkor elképzelhetetlen volt, az ma valóban egy különleges kulináris élmény. Hát téged hallgatni is az volt, kedves András, úgyhogy előre is boldog névnapot. Köszönöm majd szépen. November végén, de hát addig meg kívánjuk, hogy nagyon sok szakmai sikert érjetek el, és a magyar gasztronómiát az egész világon népszerűsítsétek. És szerintem már a stáb minden tagjának csorog a nyála, úgyhogy beindultak a pavlovi reflexek, itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor többek között Dancs Nikolettával beszélgetünk majd a növények teleltetéséről. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét és kellemes pihenés, viszontlátásra!